2019 őszén elkészült Újfehértóváros digitális temetőkataszteri térképe. A rendszer előnye, hogy alkalmazás nélkül bárki elérheti interneten keresztül. Az oldal megnyitása után látható a temető kerítéssel elhatárolt egésze. A parcellák parcella azonosítóval ismerhetőek fel. A sírhelyeket saját azonosítójukon és fotóikon keresztül lehet beazonosítani, de a padokat, víznyerő helyeket, fákat, épületeket és minden felszínfeletti tárgyat is ábrázol a térkép. A sírhely azonosító 3 karakterből áll. Ha az adott sírhely a 16-os parcella első sorának első sírhelye, akkor a 16-1-001-es jelet kapja. Megkönnyítendő azoknak a dolgát, akik esetlegesen más településről jönnek, vagy korábban még nem jártak az újfehértói temetőben, és közeli hozzátartozik, hogy esetleg bárkinek a sírját szeretnék megnézni. Egy alkalmazást létesítettek, ami az önkormányzat honlapjáról elérhető, és itt az elhunytakról pontos nyilvántartást vezetnek, arról is, hogy hogy hívták, hol született, édesanyja neve, tehát személyes adatai, illetve az, hogy melyik parcella, melyik sírjában nyugszik. Ezzel is megkönnyítve az emberek dolgát, hogyha esetlegesen nem tudtak eljönni a temetésre, de szeretnék utólag elhelyezni a kegyelet virágait, akkor megtalálhassák az elhunytat, és ehhez a temető területén ingyenes wifi csatlakozás biztosít az önkormányzat. Az újfehértói temető jelenleg rossz állapotban van, közölte a polgármester. A legfontosabb tervek között szerepel, hogy felújítják a belső úthálózatot. Egy másik probléma, hogy nincs közvilágítás. Ez például Minden Szentek ünnepén is problémát okozott. De a temető ravatalozóját is szeretné felújítatni és bővíteni az új polgármester, illetve az urnafalat is szükséges a jövőben bővíteni. Korábban lehetett volna, volt rá pályázati forrás, azonban a rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő, hogy ezt megvalósítsuk, így vagy várunk új pályázati forrást, vagy pedig saját erőből elkezdjük ezeket apránként csinálni. Illetve én jövő évben szeretném a közmunkaprogramot egy picit megújítani, és ennek keretében szeretnénk térkövet vagy járdalapot gyártani, és ezzel is saját forrásból tudnánk segíteni a temetőben látogatók dolgait. Egy ilyen mértékű temetői felújításhoz legalább 10 millió forint szükséges, véli a település polgármestere. Ehhez megkeresik majd az üzemeltetőt is, és egy közös beruházásként szeretnék megvalósítani az elképzeléseket 1-2 éven belül, hangsúlyozta Hosztú József.